Trónai Kastély esküvői mikroszájtjának használati bemutatóját láthatjátok. Kezdjük az elejéről, megérkezik az e-mail. Az esküvői weboldal létrehozva, weboldal URL-je. Rákattintotok, bejön a mikroszájt, bejelentkező ablaka, amiben beírjuk a bejelentkező adatainkat, e-mail cím és a levélben megkapott jelszó. Majd belépés. Belépés után üdvözöl az oldal, a személyes esküvői weboldalatokat láthatjátok. A bejelentkező oldalon levő címet módosítanám először. A szerkesztési módra kattintva módosíthatjátok a leírásokat, idézeteteket, jelen esetben az esküvői weboldal nevét, itt esküvői weboldal néven mentettem. Ide bármilyen idézetet be lehet tölteni, üdvözlő szöveget majd elmenteni. Ezzel a bejelentkező oldallal találkozik először a vendégetek. Majd vissza a kezdőlapra. A legelső módosítás, amit javaslok, a globális beállítások. Ebben a menüpontban választhatjátok ki az oldal alapszínét, alapértelmezett színsémáját, ami kötött, tehát ezekből a színekből lehet választani. Az oldal betűtípusát ki tudjátok választani. A fejléc betűtípusát, jelen esetben a pár neve, a fejléc, a szövegtartalom merre legyen igazítva, illetve a menü szövegének igazítása, itt lehet mindenfélét beállítani. A menüpontok megnevezését is ti szabályozhatjátok, hogy látható vagy rejtett legyen-e a vendégek számára. Tehát ezt is be lehet állítani. Amikor ezzel meg vagyunk mentés, és az oldal színe most lilára változott. A globális beállítások után az oldal főképének beállítására is lehetőség van. Az új képre kattintva a böngészőnkből kiválasztunk egy saját közös képet, akár a párunkkal, akár egy tetszőleges tájképet, majd feltöltés. A szerkesztési mód kikapcsolásával láthatóvá válik a kép. Ezt minden egyes menüpontnál külön be lehet állítani, minden egyes menüpont saját fejlécképet kaphat. Bejelentkezés menüponton túl vagyunk, a program menüpontra kattintva az esküvő programját lehet beírni, itt bármilyen elnevezést nyilván ti adjátok meg. Amikor a szaggatott vonal látszik, akkor a szerkesztési módban vagyunk. Ebben a módban tudjuk az ablakot szerkeszteni, szöveget beírni, esetleg módosításokat, vastagításokat megadni. Így majd mentés, és ezáltal láthatóvá válik az esküvő programja. A szerkesztési módot kikapcsoljuk, eltűnik a szaggatott vonal, és ez az a nézet, amit a vendégeitek is látni fognak. A szállás menüpontra kattintva foglalható szállás a vendégek részére. Ebbe a mezőbe bármit, tehát a szerkesztési módot be kell kapcsolni ahhoz, hogy szerkeszthető legyen egy mező. Ide bármit beírhattok, amilyen szükséges információt úgy gondoltok, hogy a vendégeitek számára meg kell adnotok, érkezési idő, távozási idő, majd mentés. Ha egy kicsit lejjebb görgetünk, a különböző szálláshelyek oldalait láthatjuk, szobánként felsorolva és létszámonként megjelenítve, hogy egy szobában hány fő fér el, ezt ki tudják választani a vendégek, le tudják foglalni saját maguk számára. Ha ezekkel megvannak, a pár egy Excelbe tudja exportálni a szálláslistát, amit csak továbbít részünkre, és szinte kész is vagyunk. Ha úgy látjátok, hogy korrigálásra szorul, mert a vendégek nem éppen praktikusan osztották el egymást, akkor a párnak lehetősége van ezen módosítani, tehát az Excelbe ti úgy módosítjátok a vendégeitek beosztását, ahogy szeretnétek. Következő menüpont az ajándéklista. Az ajándéklistára kattintva tölthetitek föl, hogy milyen NASZ ajándékokra van szükségetek. Fotót lehet mellékelni, leírást, árat, de természetesen, ha nincs szükségetek semmire, ebbe a mezőbe azt is leírhatjátok, hogy ha éppen NASZ útra gyűjtötök. Bemutatok egy NASZ ajándék felvitelét, mondjuk szeretnénk egy porszívót. Erről előzőleg már letöltöttem egy képet,
hogy hogyan néz ki, ezt be linkeljük, leírás ár, bármit hozzá lehet adni, majd a hozzád gombra kattintva láthatóvá válik az új NASA ajándék, hogy mit szeretnénk. Ha a szerkesztési módot kikapcsoljuk, így néz ki. A vendégünk egy gombra kattintva lefoglalhatja az ajándékot. Ezt a pár nem fogja tudni, hogy kitől kapja, tehát meglepetés lesz, viszont a vendégek már látják, hogy az az ajándék foglalt, így lehetőség van elkerülni azt, hogy kétszer kapjunk meg egy dolgot. A vendégkönyv menüpontra kattintva itt bármilyen új bejegyzést tud tenni, aki szeretne, hozzászól az esküvőhöz, a programhoz. A fotók menüpontra kattintva lehetőségetek van egy Pinterest linket betenni. Ha van saját Pinterest oldalatok, és oda föltöltitek az esküvőn készült képeket, akkor ezt a vendégeitek látni fogják, és így jelenik majd meg számukra egy gyűjtőportálon. És elérkeztünk a meghívók menüponthoz, ami talán a legfontosabb, hogy elektronikus meghívót így kaphatnak a vendégeitek. A meghívó létrehozása előtt itt találtok egy kis leírást, hogy hogyan lehet kiküldeni, de azért ezt most megpróbálom bemutatni is. Testre szabása. Meghívó testre szabása menüpont alatt a megjelenést ti választjátok ki. Vannak különböző sablonok, ezek a szürke sablonok igazából színesek, tehát ha egy hátteret teszünk mögé, mondjuk kiválasztjuk ezt a meghívót, beteszünk mögé egy rózsaszín hátteret, akár egyéni fejlészképet is be tudtok szúrni, ha van egy saját fotótok, nem muszáj ezeket a sablonokat használnotok. Miután ezzel kész vagytok, az előnézetre kattintva elmentjük változásokat, meg tudjátok nézni, hogy fog kinézni nagyjából. Azt javaslom, hogy miután testre szabtátok a meghívót, a megjelenést, a betűtípust, küldjetek egy tesztlevelet saját e-mail címetekre, hogy hogyan fog kinézni. Tesztlevél küldése gombra kattintva, kiküld egy e-mailt, a rendszer küldött egy e-mailt, amit most én meg is nézek, fogad szeretet, így fog kinézni a meghívó a vendégeitek számára. Ide természetesen a vendég neve kerül, megkapja a linket, felhasználó nevét és egy generált jelszót. Tehát készen van a meghívónk, tudjuk, hogy fog kinézni, most már csak hozzá kell adni a vendégeinket, hogy kiknek küldje ki a rendszer. Vendég hozzáadása, ezt egyenként tudjuk megtenni, minden vendég adatát egyenként be kell vinnünk, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, ez a legfontosabb három adat, és jelölni azt, hogy foglalhat-e szállást. Ha foglalhat szállást, akkor megjelenik részére a szállás menüpont. Ha nincs kipipálva ez a kis jelölő négyzet, akkor nem tud szállást foglalni, mert meg sem jelenik számára a szállás menüpont. Ez egy fontos momentum. Most én felviszem kolléganőmet példaképpen, és azt mondom, hogy foglalhat szállást. Mentem az adatait. Vendégadatait rögzítette a rendszer, ide bekerült, viszont jelöli, hogy a meghívó az még nincs kiküldve. Miután mindenkit fölvittünk az új vendég hozzáadással menüponttal egyenként, akkor a műveletek menüpontra kattintva a meghívó kiküldése menüpontot megnyomva küldi ki a meghívót a vendégünk számára, és jelzi is, hogy meghívó kiküldése sikeres volt, itt jelzi, hogy egy alkalommal megkapta. A vendég, amint megkapja a meghívót, és bejelentkezik az oldalra, az első bejelentkezéskor egy visszaigazolást kér a rendszer, hogy részt szeretne venni, és ha igen, hány fővel érkezik, foglaljon szállást is esetleg. Ezt a pár, vagyis ti látni fogjátok a meghívó státusz a menüpontban, hogy visszaigazolást kitöltötte, vagy még nem töltötte ki, és mi a visszajelzése a vendégünknek. Ha bármilyen kérdésetek lenne, valamit módosítani szeretnétek, de nem sikerül, akkor nyugodtan vegyétek velem fel a kapcsolatot a sabina.szamoja@spronaikastély.hu e-mail címen. Köszönöm a figyelmet!